sokrétű tevékenység jellemzi a Szakcsi Hagyományőrző Egyesületet, amely a gyerekeknek is igyekszik átadni a volt mezőváros régi-régi tevékenységeit. Főleg kézi munkázni tanítanak a lelkes csoporttagok. Akár az iskolában velük is volt közös programunk, és hát persze az óvodában, mivel hogy én eleve ott éltem az életem, szinte nagyobb részét életemnek, mivel óvónő vagyok, nagyon sok közös programunk volt, és nagyon sok mindenre igyekeztünk megtanítani arra a gyerekeket, amit mi megtanultunk. Itt a faluból ugye, ami könnyebb volt, azokat vittük inkább be, tehát mondjuk a szövőszéket azt nem, mert akkor még ilyen hordozhatónk nem volt, viszont szövőkeretünk volt. Én most egy kicsit visszamegyek annyira, hogy én amikor itt elkezdtem dolgozni, mint óvónő, utána nem sokkal én az iskolába kezdtem egy ilyen kézműves foglalkozást tartani. Én már akkor azt kezdtem, hogy itt a faluban megtanultam a papírvirágkészítést. Ugye régen nem volt a temetőben művirág, mindig volt egy olyan ügyeskező asszony, aki kreppapírból készített virágokat, ott is van egy pár például a tükrösön. És akkor hát ez könnyebb volt a gyerekekkel megtanítani, vagy ott volt a húsvéti tojás festés, például nálunk a gicázás, ami a hírókázás, hogy ismertem nevén, ugye a méviasszal, azt is könnyű volt nekik megtanítani, de hímzést is megtanítottam nekik. Ezeket a tevékenységeket a szakcsi asszonyok is folyamatosan tanulják, így van ez a legjellemzőbb egyedülálló fehér hímzéssel is. Ahol nyomon következő, az természetesen a vőlegény ingek. Tehát a vőlegény ingeket, amit elviekben a mennyasszonynak kellett elkészíteni a vőlegénynek az esküvőre. Hát ezt valaki megtette, van, aki nem tette, az ugye megkért valakit, aki ezt elvégezte, és ahogy én tudom, és ahogy hallottam róla, elég búsásan meg kellett fizetni az árát, mert van, aki egy, van, aki két zsák terményt kért azért, hogy egy ilyen hímzést elkészítsen. És hát a vőlegény ingeken lehet ezt nyomon követni, mert ugye ahány falu volt, ahány község, annyi minta, annyiféle motívum dísz van. És ezt, mint az előbb már említettem, Cser Mária volt az, aki összegyűjtötte itt a környékünkön. És akitől mi igazából ezt a fehér hímzést megtanultuk, mert hát látni láttuk, hogy ezek szépek, de hát magát a technikát, ezt meg kellett tanulni, ezt Élő Lajosné, Rózsika nénitől tanultuk meg, akire nagyon nagy szeretettel gondolunk, bár ő már nincs köztünk. Ő ugye népművészetmestere volt, és ő szakkört működtetett, hát szakkör nélküle is azt hiszem működik tovább Dombováron. Tehát igazából őket hívtuk meg ide hozzánk, és ők nagyon nagy szeretettel jöttek, és segítettek nekünk ezt a hímzést megtanulni. Segítettek abban, hogy milyen célszerszámot kell használni, hogy könnyebben menjen, ugye? Mert hát azt kell tudni a kaposmente hímzéséről, hogy ez egy lyukhímzés. Ez egy elég nehéz, nagyon-nagyon sok lyukkal átszőtt hímzés, ezért is nem olyan elterjedt, mint például a kalocsai hímzés, mert az sokkal, de sokkal könnyebb. Az egyesületi tagok saját viseletüket is maguk készítik. Ez egy kék festőszoknya és egy fehér hímzéssel ellátott női blúz. Tehát ez a hímzés, ez eleve egy ingnek a mintája. És akkor ebből készült egy ilyen kis minta. Lehet, hogy még ezt éppen a Rózsika néniéktől örököltük, mert ők először ők segítettek nekünk ezt a mintákat meg elkészíteni. És akkor hát ugye az ügyeskező valamelyik lányunk, azt most már nem tudom, hogy ki, volt az, aki ezt kihímezte. Ugyanis eleinte hát az ember, egy egyesület eléggé küzdik azzal, hogy kevés, nincsen bevétel igazából, mert non-profit szervezet voltunk, vagy utána is hát igazából ugye nem vagyunk egy termelő rendszer, és próbáltunk adományokat gyűjteni, és akkor ilyen kis kosárkákban készítettünk minden olyan tevékenységből egy-egy darabkát, amivel mi itt foglalkozunk, vagy amit megtanultunk, és tovább is szeretnénk adni. És akkor minden kis kosárkába készült egy ilyen kis terítő. Ugye azok inkább ilyen kisebbek voltak, ami úgy belefért. A 2008-ban alakult civil szervezet egy tájházat is berendezett, egy régi parasztházat alakítottak át a hagyományoknak megfelelően. Egy igazán szép
első szobát, úgymond egy tiszta szobát rendeztünk be, ugye itt máskor sem aludtak, ezt csak szépen berendezték, ezt csak nagyon-nagyon ritkán használták, és hát mi is a hátsó szobát használjuk, inkább ilyen úgynevezett munkaszobára, ahol dolgozunk igazából. Itt elől csak ezt meg szoktuk mutatni, hogy mit gyűjtöttünk össze, és mivel is igazából rendelkezünk itt a házban. Ez a ház is maga egy inkább egy szegényebb paraszt ház. A módosabbaknak ugye már nem döngölt padló volt a szobákban, hanem már hajópadlót használtak. Tehát ez egy szegényesebb kis házikó, de próbáltuk összegyűjteni hozzá. Hát most úgy tájoltuk be körülbelül, hogy az 1900-as évek elejétől a II. Világháború végéig gyűjtöttük össze a tárgyakat, és az már, ami azon túl volt, az már nekünk az már nem igazán régiség. Tehát ezzel kapcsolatban, vagy ilyen tárgyakat kerestünk inkább, és elég sokat is találtunk. Vannak ugye a komoda sokkal régebbi, ezek az ágyak egy kicsit fiatalabbak, a bölcső is elég régebbi, tehát mondjuk abban az időszakban elhelyezhető, de nem egy ivásúak, tehát nem biztos, hogy így nézett ki pont egy szegényebb parasztház, mert azért ilyen szép ágyuk nem volt. Sok olyan kifejezetten Szaksra jellemző tárgyi emléket tudtak összegyűjteni, amelyek a település mezővárosi idejéből valók. Kétszer is megkapta ezt a rangot igazából, hogy megyei vásárt rendezhetett, elég sok család élt itt, és érdekesség, még nem tudom máshol hogy volt, de Szaksra jellemző volt az, hogy egy ház alatt több család is élt. Tehát elég sokan éltek, sajnos az idők folyamán ez a falu is lassan-lassan elfogy. De hát talán sikerült, mondom újra, azokat a jellegzetességeket összegyűjtenünk, ami Szaksra jellemző volt, ugye, ami nagyon jellemző volt ugye a takács, tehát a szövés, és ez a, itt az első ágy, amivel be van vetve, ezek itt Szakcson készültek. Ezek szakcsi szőttesek, és a másik ugye még előtte jellemző volt a keramikusság is Szakcsra, a habán kerámiát készítettek itt valamikor. Vannak helyek, ahol ezeket megőrizték, és volt egy olyan, hát talán még utána is, még a II. Világháború után is egy olyan ember, aki egy ideig Szakcson élt, és utána is még folytatta ezt a kerámia készítést. Sajnos kapcsolatunk így nincs velem, mert eléggé sokan is sokrétűen költöztek el és mentek el máshova, de mondom, az alap ez volt, hogy itt nálunk felelhető kézműves tevékenységeket felelevenítjük, megtanuljuk és gyakoroljuk, amit azt próbáljuk is most folyamatosan. A hagyományőrzők másik fő szívügye a falu rendezvényeinek a színesítése. Farsangkor, születi felvonuláson mindig megmutatkozik az ömmel helyi asszonyokból álló egyesület.